Vendégem Szabó Balázs. Szia Balázs! Hát nagyon beleúsztatok 2018-on, ugye 4 évig nem adtatok ki albumot, most meg ugye megjelent tavasszal egy albumotok, és most itt egy újabb album. Milyennek az oka ennek a nagy változásnak? Egyáltalán ezt lehet-e változásnak, hogy valami egy újabb lendületnek mondani nálatok? Hát tényleg a falevelekkel jött az új lemez, de hát persze mi ezt azért már mondhatom, hogy egy évekkel ezelőtt tudtuk nagyjából, hiszen ennek az előkészülete és ahhoz, hogy ez meg tudjon születni és megteremtődni az én íróasztalomtól egészen odáig, ameddig eljut a kiadványig, remélhetőleg már decemberben, ahhoz tényleg nagyon-nagyon sok idő kellett, főleg ennél a különleges Radnóti anyagnál, és hát persze mi már azt tudtuk 2-3 évvel ezelőtt, hogy nagyjából ez a két album kénytelen párhuzamosan készülni, és hát mivel párhuzamosan készült, egymás feje fölött alatt, mikor melyik volt a fontosabb, mikor melyik volt a hangsúlyosabb, mikor melyikkel foglalkoztunk többet, az haladt jobban. És hát a sors meg az élet úgy hozta, hogy először a rajtad felejtett szavaim tudott megjelenni tavasszal, és hát utána még kicsit utómunkáztunk és dolgoztunk, mi is átlapátoltuk a nyarat, áteveztük, átúztuk, átbicikliztük, átkoncerteztük, és akkor itt jött az ősz, és így tudott megjelenni ez a következő lemez Hasonlatok címmel. Úgyhogy ennek tényleg ez az oka, hogy ez a látszólagos hosszú csönd, ez a 4 év, ezért is volt szükség, mert hogy gyakorlatilag elosztjuk, akkor 2 év kellett mindegyik anyaghoz, és az nagyjából igaz is. És hát így lett ez a 2x2 év, 4 év. Ugye említettem, hogy a Hasonlatokon Radnóti verseket dolgozol fel. Miért pont Radnóti, és milyen kötődésed van a szívednek, milyen kötődése van Radnóti Miklóshoz? Hát hála égnek nagyon sok költő holdudvarában megfordulhattam muzsika által, vagy igyekeztem megszólítani zene által, ugye kezdődött a gyerekkori szerelemtől, Pilinszkitől kezdve, és hát aztán Radnótihoz is gyűltek össze anyagok, de ugyanígy volt Faludi Gyuri bácsitól is egy ilyen nagy gyűjtemény, úgyhogy hála égnek Radnóti már nem mondom, hogy a többedik, inkább úgy mondom, hogy a sokadik a sorban. De összegyűlt az a 11 vers, és hát azt sem titok, hogy persze nem csak ez a 11 van Radnótitől, de most valahol meg kellett húzni a határt, és valahol azt kellett mondani, hogy jó, akkor ez a 11 vers fogja alkotni a Hasonlatok című lemezt. És hát természetesen azért, mert imádom, nagyon leköd, nagyon szeretem, nagyon sok év óta kötődöm Radnóti verseihez, soraihoz, és hát mindig is jött egy-két vers, ugye talán a közönségnek kevésbé kell meg bemutatni, illetve a nézőknek a Bájoló című verset, az már 20 éves korom elején elkészült, hogy szinte 20 éves koromban, és már azóta datálódok ez a, mondhatom így, hogy Radnóti szerelem, és aztán így az évek alatt mindig csöpögött egy-kettő még, ami így jött. A Bájoló előtt érezted, hogy a Bájolónak ilyen hatása lesz? Nem, sőt, még utána nagyon sok évig sem voltam ennek tudattában, hogy nem voltam ezzel tisztában, hogy nem derült ki, hogy ez ilyen, mondjuk úgy, hogy hullámot fog vetni. Nagyon sokat zenéltem még utcán is, nagyon sok ilyen irodalmi rendezvényen is, színházban is, szóval sokféle helyen, kosmosarokban is zenéltem, amikor még önálló egyszergitárosként játszottam. Volt, hogy táncházban két muzsika között, amíg a közönség pihent és kifújta magát, illetve a táncosok, addig volt, hogy néha csináltam ilyen kis irodalmi sarkot, ha mondhatjuk, és ott is elhangzott. És valahogy akkor nem találta az útját, aztán évekkel később megtalálta. És ugye áttérünk a Hasonlatokra, ugyancsak Radnóti versek. Van előtted egy olyan dal a Hasonlatok című albumról, ami esetleg bejárhatja azt az utat, amit a Bájoló is bejárt? Hát ez izgalmas, mert mint ahogy a Bájoló nem sejtettem, hogy milyen útja lesz, milyen kalandja lesz. Meg ebben amúgy sem vagyok jó az új lemezeinkről, és ha megkérdezik, hogy szerintem mi lesz az, ami ilyen, mondjuk úgy, hogy húzónóta lesz. Általában mindig mellé. Az elcsépelt, hogy van kedvenc dalod, saját kedvenc dalod ezek közül? Hát persze, hogy van. Nekem mindig ilyen napról napra, hétről hétre változik. Ott, amikor a felvétel készült, addig is el kell jutni, amikor zenésítettem, meg akkor is mindig kaptam impulzusokat. Amikor még egyedül írtam, és még nem mutattam meg a zenekarnak, akkor is volt, amit nagyon szerettem. Pont most, amiről a címét kapta a lemez, a Hasonlatok című verset, amikor megírtam, akkor éreztem rajta egy olyan, illetve nem a verset, hanem a vers, a zenét, mikor megírtam, éreztem egy olyan hangulatot benne, hogy azt éreztem, hogy ez vagy nagyon jó lesz, vagy annyira rossz lesz, ha másnap reggel fölkelek és meghallgatom, hogy visszakerül a fiókba, és ilyen nagyon fura érzés töltött el, úgyhogy majdnem mindegyik vers az van ilyen történetem. Most ebben a székben ülve, itt, így november kerülés közepén, most épp nem tudom melyikre gondoljak, most épp ezzel nyitottuk meg kicsit megmutatni a verseknek a sorát, úgyhogy most ezért a versre szorítottam a legtöbbet. Talán a jövő kérdéshez, még ez majd úgyis kiderül a következő években. Nagyon bízom benne, hogy a következő évek választodnak majd erre. Viszont
mindenképpen meg kell, hogy említsük, hogy ugye egy koncertfilm is készül a hasonlatokról. A Kiszteli Múzeum templom kertjében készült, ugye a templom termében készült ez a felvétel. Milyen élmény volt számodra maga a felvétel, és utólag most hogy látod ezt az egészet? Maga a felvétel egy iszonyú izgalmas nap volt, ez majd azt hiszem, hogyha december elején, és olyan azt sem titok, hogy december 2-án mutatjuk be majd Budapesten, az egy egészen hosszú nap, tehát egy egynapos felvételt látunk összevágva, és egy nagyon különös próbálkozás és kaland ez a maga a hangfelvétel és a DVD anyag is, a filmes anyag is. Ez a felvétel ott készült élőben a film felvételen, és nem véletlenül mondom ezt, nem csupán koncertfelvétel, hanem tényleg egy olyan vállalkozást szeretett volna lenni, ami nem is videóklip, ugyanakkor nem is egy élő koncertnek a rögzítése, hanem e között a két stílus között próbál lavírozni ez a dolog. Ennél többet még azért nem árulok el, mert majd lassan-lassan azt hiszem, hogy lerántjuk róla a lepet, és talán sokkal beszédesebb és izgalmasabb lesz maga az anyag, mint ahogy én megpróbálom. Azt viszont mindenképpen kérlek, hogy áruld el, hogy Budapesten kívül hol fogjátok még bemutatni, ugye én úgy tudom, hogy lesznek ilyen pódiumbeszélgetések is, a közönség is kérdezhet majd tőled, ugye lesznek mozivetítések, de hogy hol láthatják a rajongóitok ezt a filmet? Teljesen jól tudod, vidékre is elvisszük majd. Most decemberben egyelőre még 3 nagyvárosba jutunk el, aztán reméljük majd a jövőhoz még egyéb útvonalakat is. December 10-én kezdünk majd Debrecenbe. Hát Debrecen nem titok nekem, én ott ugye kis bölcsővárosom, anya otthonom, ha mondhatom ezt így, úgyhogy ott az Apollo moziba leszünk, és nagyjából december 12-án megyünk majd Szegedre, és december 18-án Kecskeméten zárjuk az idei évi sort. És mindegyik vetítés előtt lesz egy beszélgetés, ott Anna fog majd engem faggatni irodalomról, és azon belül persze Radnóti Miklósról, és minden ezzel kapcsolatos történetről, de akár a filmmel kapcsolatosan is fölmerülhetnek majd dolgok, illetve hát a vetítés után is alkalmat teremtünk majd arra, hogy akár a dedikálásra, beszélgetésre, kérdésekre, azt mondom, hogy amiután látták az emberek a filmet, már sokkal inkább tudnak majd kérdezni, vagy hozzá gondolni, vagy hozzátenni dolgokat, mint így látatlanban. Hát Balázs, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és kíváncsian várjuk decemberben a filmet. Köszönöm szépen.